Szerencse fel, ez az aranybánya, és azt remélem, hogy ha kimondom a nevet, akiről a mai adás szólni fog, akkor mint egy pavlovi reflexel mosolyra nyílnak az ajkak. Ma ugyanis Gregor Józsefről fogok beszélni. Úgy bizony, hogy itt látsz testestől, lelkestől. Megbocsásson, de ez meg le. Még ma megkérem. Ó, ez az őrült. Hát nem értesz a szóból! Gregor József neve még mindig sokakban kelt kellemes emlékeket, hiszen azt gondolom, hogy ő egyike volt azoknak a sztároknak, allürökmentes sztároknak, akire úgy lehetett eladni ezt az 1000 fős nézőteret, hogy ezelőtt 30 éve elég volt, hogyha András Júti szervezési osztályon kiírták egy papírra azt, hogy Don Pasquale Gregor József, és 2-3 napon belül teltház lett. Don Pasquale Cornettóból fölbirtokos helyén lakos, teljes lélekkel és testtel, tiszta szándékkal és tettel, bejelentem tisztelettel. Don Pasquale Cornettóból házasodni akarok, házasodni akarok. Gregor József 2000-ben lett az Operaház örökös tagja, posztumusz örökös tagja, és azok közé tartozik, aki nagyon-nagyon keveset volt az Operaház tagja. Mindössze 4 évet a 70-es évek végétől. Ő ugyan Pesten született, de különböző göröngyök után, különböző fiatalkori pályamódosítások után Szegeden lett magánénekes, Vaszi Viktor legendás aranykorába. Vaszi Viktor egy együttes nevelő volt, és nem csak társulatot, művészt, hanem közönséget is nevelt. És ennek az együttesnek lett Gregor József az egyik oszlopa. Nagyjából minden szerepét ott énekelte be, és nagyon-nagyon sokrétű az ő repertoárja, amiből Pesten nem mutatott meg mindent. Ugye, hogyha Gregor József neve előkerül, akkor minnyájunknak néhány szerep ugrik be. Don Pasquale, a szerelmi bájital dulkamárája, a hamupipőke, Don Magnificója, Pomádé király, Ozmin vagy Oxbáró. Tehát azok a buffó figurák, amik az ő korpulens alakjával harmonizáltak. Ő nagyon-nagyon ráérzett ezekre a figurákra, és nagyon-nagyon sajátja lett. És a közönség őt várta, elvárta, és tényleg arra vettek jegyet, hogy vajon Gregor hányszor ismétli meg a Don Pasquale-ba a Hadaró 2-t, és milyen bemondásai lesznek? Hullatod a csapat, hogy neked hiába sajtod, hogy nem vetek tüvetet, de ennek éppen neked, ami lett tüvetnek, még már nem veszek volna a szavak, így fogom, hogy nem most, hogy jöttem, akkor akkor még én volt előttem, nem, de magad itt a bácsolni, az rossz! És ezek a bemondások másnap gyakorlatilag szállóigeként jártak a városba, hogy a Gregor azt mondta, hogy... És mint ez a Gregor jelenség szerintem jóval izgalmasabb, mint amit a felszínen látunk. Mert egy nagyon, nagyon kellemes dolog valahol, hogyha egy énekes ennyire egyé válik önmagával és az ő szerepeivel. De ez valahol el is kényelmesíti őt. Tehát Gregor viszonylag gyorsan ráérzett arra, hogy hogyan tud ő lenni a Gregor, hogyan tud morcos lenni, macis lenni, megbrummogtatni az ő nagyon szép basszusát, és ez a közönségnek tulajdonképpen elég volt. Emlegesse meg csupá az iszerelmi éjszakát! Végig tudta járni Európa kisebb-nagyobb színházait, Amerika kisebb-nagyobb színházait, a Metropolitanbe is eljutott, amit azért az elmúlt 30-40 évben viszonylag kevés magyar énekes, pláne basszista mondhat el magáról, de hogy ebből a kényelemből, a számára és a közönség számára is létező kényelemből néha-néha kimozdították őt. És ezek voltak az igazán izgalmas esték. Például Békés András csinált valamikor a 90-es évek elején Szentendrén egy Don Pasquale produkciót. Gregor ekkor évtizedek óta énekelte a szerepet minden manírjával, pontosan tudta, hogy mikor, hol kell levegőt venni, kikacsintani a közönségnek, hogy imádják. És Békés ezeket a rárakódott manírokat leszette. És egy nagyon-nagyon
mély, nagyon izgalmas Don Pasquale született ezáltal, amit azt hiszem, hogy maga Gregor is szeretett. Ezek mellett, a buffó figurák mellett azért ő énekelte Sarastrót, a Simon Boccanegra fieszkóját, vagy Collint a bohém életből. Tehát egészen más jellegű figurák is voltak az ő repertoárján. És hogyha nekem eszembe jut Gregor József, akkor nem mindig ezek a vidám pillanatok, vagy ezek a nagyon gregoros pillanatok jutnak eszembe, ahogy tényleg Don Pasquale-ként leül a székre, ahogy Don Basilio-ként a sálat megcsavarja a nyaka körül, hanem én itt voltam, akkor feliratoztam a középvetítőből, szövegkiírtam az utolsó Hamupipőke sorozatát. Hamupipőke Domagnificója is egy abszolút közkedvelt figurája, és rutinból nyomta, nagyon élvezte, a közönség imádta az előadást, és van egy pillanat, ahol Magnifico azt mondja, hogy itt van ez az irat, de hát ebben az iratban ugyanaz szerepel, hogy nekem három lányom van, de ez hazugság. Két lányom van, akik itt állnak, a harmadik, aki valójában Hamupipőke, meghalt. A zenében nincsen ez kijátszva, nem egy jellegzetes pillanat a darabban. Gregor ezt a momentumot, ezt a nüanszot úgy formálta meg, hogy fogta és szembenézett a Hamupipőkét éneklő Gémes Katival, és azt mondta, hogy a harmadik az meghalt. És abban a pillanatban egy iszonyatos dráma született. Tehát azt mondom a lányomnak, hogy te nem létezel. Egy fantasztikus, mély pillanat volt, és én nagyon-nagyon szerettem ezt a Gregort, amikor ő meg tudott valami mélyebbet mutatni, amikor nem a saját eszköztárából élt, hanem megmutatta, hogy ezeknek a figuráknak a mélyén is mi minden lakozik. Ennyit szerettem volna ma elmondani Gregor Józsefről. Tartsatok velünk két hét múlva is. Szerencse fel!